Minden fél évben támogatja Nyíregyháza a rászoruló felsőoktatási hallgatókat egyenként több tízezer forinttal. A pályázóknak több feltételnek kell megfelelniük, legutóbb 26 egyetemistának ítélték meg a támogatást. Nyár elején készültek ezek a felvételek a Városháza Krúdi termében. Felsőoktatási hallgatók vehették át a számukra Nyíregyházi önkormányzat rászoruló hallgatókért közalapítványa által megítélt támogatást, összesen közel 1,5 millió forint értékben. A 27 jelentkezőből egy kivétellel mindenkinek megítélték a támogatást. Évente két alkalommal támogatnak fiatalokat, hogy ennek segítségével folytathassák felsőfokú tanulmányaikat. Ez a lány az ELTE-n tanul logopédia szakon, 5 másodjára segítették a pályázat keretében 40 ezer forinttal. Nagyon sok segítséget jelent, hiszen ezzel tudom finanszírozni az egyetemhez szükséges könyveimet, amik nagyon sokba kerülnek ezen a szakon. Az alapítvány 1996 óta működő kuratóriumának kiírásán több kritériumnak kell megfelelniük a pályázó fiataloknak. Hogy melyek ezek és hogy milyen összegben kaphatnak támogatást a jelentkezők, az is kiderül a következő beszélgetésből. Köszöntöm a stúdióban dr. Krizsai Anitát, a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályának osztályvezetőjét. Jó estét kívánok! Milyen múltja van ennek a fajta támogatásnak, amit nyíregyházi egyetemistáknak tudnak nyújtani? Ahogy a kisfilmben elhangzott, valóban 96-ban hozta létre az önkormányzat ezt a közalapítványt, és 97 óta segíti folyamatosan a felső oktatásban tanulókat, és kezdetektől fogva fél évente kiírásra került ez a támogatási forma, úgyhogy már nagyon-nagyon régmúltra köszönt vissza ez a fajta elköteleződés a hallgatók támogatása iránt. Milyen lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy ezt a bizonyos összeget minél jobban növelje, hogyha most az elmúlt évekre visszatekintünk, tudtak-e emelni ezeken az összegeken? Így van, az elmúlt évben emeltünk az összegen, így most már éves szinten 3 millió forint áll az alapítvány rendelkezésére, amit szét tud osztani, mivel fél évente írjuk ki, így 1,5 millió forint áll rendelkezésre. Természetesen, hogy mennyit tudunk fejenként adni, az függ a pályázóknak a körétől, hiszen hogyha kevesebb számban pályáznak, vagy válnak jogosultá, akkor nyilván egy embernek több pénzt tudunk osztani, de reálisan olyan 20 és 60 ezer forint között szoktunk támogatást megállapítani. Hogyan tudják elérni azokat a hallgatókat, akiknek erre szükségük lehet? Igyekszünk mindenhol meghirdetni. Egyrészt a naplóiságban mindig közzétesszük. Mindig szoktam mondani, hogyha valaki korábban érdeklődik, akkor figyelni kell szeptember, illetve október hónapban a naplót, illetőleg a nyíregyháza.hu-t. Az adatlap, illetőleg a feltételek megtalálhatóak egyrészt a pályázati felhívásban, ez a naplóban közzététekre kerül, az adatlap pedig letölthető magáról a nyíregyháza.hu oldalról. Én azt gondolom, hogy a hallgatók azért elég jól ismerik. Én más okokat látok a mögött, hogy csökkent a pályázóknak a száma. Mi 2 évente végzünk az önkormányzat és az egészségügyi kar egy úgynevezett háztartásban elkutatást, amelyben jövedelmet is vizsgálnak, és ez egyértelműen megmutatta, hogy az elmúlt években, főleg a 2008-2010-es válságot követően egyre inkább javult a jövedelmi, illetőleg anyagi helyzete a családoknak, és főleg ez az elmúlt 1-2 évben még fokozódott is. Éppen ezért a kuratórium próbálta ezt is követni, így emeltünk a jövedelem határon, korábban 57 ezer forint volt az egyfőreső jövedelem határ, ezt 71.250 forintra emeltük meg, tehát próbáljuk figyelni a tendenciákat, illetőleg még egy változtatás volt, ami a korábbiakhoz képest más, most már támogatjuk azokat a hallgatókat, akik még nem rendelkeznek ugyan 1 fél évvel, hiszen csak a jó tanulmányi átlaggal rendelkezőket támogattuk, hanem támogatjuk azokat is, akik legalább 360 ponttal jutottak be a felsőoktatás intézménybe, tehát ők is bátran pályázhatnak. Magyarul, akik most kezdik a tanulmányaikat, ők is nyugodtan igénybe vehetik ezt a fajta támogatást. Mik a jövőbeni tervek? Hát a jövőbeni tervek szeretnénk, hogyha minél többen pályáznának. Reméljük azt, hogy magasabb is lett a jövedelem határ, tehát többen fognak pályázni. Itt arra felhívnám a figyelmet, hogy csak nyíregyháziakat támogatunk, tehát azt jelenti, hogy legalább 5 év állandó lakóhellyel kell rendelkezni. Természetesen gondolkodik a kuratórium, hogy milyen lehetőségek vannak, vagy lennének, akár szóba került itt már, de ebben még döntés nem született, hogy esetleg középiskolásokat támogatni, vagy akár egy-egy területen kiemelkedő teljesítmény nyújtó hallgatókat. Tehát a kuratórium azért gondolkozik, hogy milyen lehetőségeket
lehetne még találni arra, hogy minél inkább eljussunk a rászorulókhoz és támogassuk az ő tanulmányaikat. Van-e olyan cél e mögött, a támogatás mögött, hogy esetleg a diplomás nyíregyházi fiatalok haza is jöjjenek, amikor végeztek tanulmányaik után? Természetesen ez a cél, de mindig el szoktam mondani a kuratórium elnökemet, személyesen történik egyébként az átadás, és ezzel is próbálunk kötődni a hallgatókhoz. Nem azonnal célunk, hogy visszajöjjenek, hiszen az is benne van, ma már tudjuk, hogy világot lássanak, tehát ebbe belefér az is, hogy tanulmányok befejezése után nem jön vissza azonnal nyíregyházára, hanem esetleg tapasztalatot szerez, de a végső cél mégis az lenne, és nem csak ezzel a alapítványon keresztül, ezzel a támogatással, hanem számos egyéb intézkedéssel is segíti az önkormányzat, hogy a fiatalok visszajöjjenek és itt képzeljék el a jövőjüket. Tehát nem csak a felsőoktatási tanulmányokat támogatjuk, hanem most például ebbe az évbe bevezettük az első lakáshoz jutóknak a támogatását, amiben vissza nem térítendő támogatást adunk a fiataloknak, akár egyedülálló, akár családos. Tehát megpróbálunk mindent megtenni, hogy visszavonzuk ide a fiatalokat, hiszen azt gondolom, hogy Nyíregyháza egy nagyon élhető, nagyon dinamikus város, és szerintem érdemes itt élni. A támogatottak hány százaléka tanul a Nyíregyházi Egyetemen, és hány százalékuk Budapesten vagy más városokban? Hát vegyes a kép. Természetesen tanulnak itt a Nyíregyházi Egyetemen egészségügyi karon, és onnan is érkeznek kérelmek, de nagyon sokan tanulnak Debrecen, Budapest, sőt még akár messzebb lévő városokban is, tehát teljesen vegyes a kérelmezői kör, tehát nem lehet azt mondani, hogy egyértelműen, aki Nyíregyházán tanul, az igényli. Talán inkább azt mondom, hogy aki máshol tanul, még talán ők többen vannak a kérelmezők között. Jellemzően ismétlődnek ezek a kérelmek, tehát ugyanazok a kérelmezők a következő fél évre is meg szokták igényelni, vagy mennyire frissülnek? Is. Természetesen, aki tudja, hogy jogosult a támogatásra, valószínűleg azért a jövedelmi helyzetében egyik fél évről a másik fél évre, illetőleg a családja helyzetében olyan jelentős változás nem lesz, ezért van, akit akár több éven keresztül is támogatunk, de természetesen mindig lépnek be újabb és újabb kérelmezők. Néhány feltételt már elmondott, van-e még valami, ami nem hangzott el? Ugye mondtam, a jövedelemhatárt, nagyon fontos, hogy legalább 5 éve Nyíregyházán kell, hogy lakjon, és 3,51 tanulmányi átlagot kell elérni. Ezt azonban nem az adott fél évre nézve vizsgáljuk, hanem úgynevezett kumulált átlagot vizsgálunk, tehát több év alatt kell ugyanolyan jól tanulni, és akkor támogatjuk a hallgatót. Tehát ezek a legfontosabb feltételek. Tehát a teljes korábbi felsőoktatási tanulmányi eredményeit vizsgálják. Igen, ezzel ki akartunk szűrni, hogy azért vannak olyan képzések, amikor például egy fél évig gyakorlatot kell teljesíteni, ott megkapja a gyakorlatra, 4-es, 5-öst automatikusan bekerül, még tudjuk, hogy egy orvosi egyetemen helytállni nem ugyanaz, tehát ezért gondoltuk azt, hogy azért folyamatában kell nézni, hogy jó eredmény nyújtson a hallgató. Dr. Krizsai Anita, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt ma este. Köszönöm szépen.